egészen konkrétan úgy kezdődött, hogy szőnyeget kellett szereznem, és akkor valami apró hirdetésbe találtam egy szövőállványt, és akkor minden éjszaka szőttem 2 métert, és aztán azt gondoltam, hogy ez nem elég jó minőség, amit produkálni tudok, és akkor gondolkodtam 3 évig, és közben így kialakult. Az is kiderült, hogy ahhoz, hogy egy jobb minőségű legyen annál, mint ami házilag előállítható, akkor jött az, hogy jó, akkor sodorjuk meg a szálakat. És azzal, hogy megsodorjuk a szálakat, azzal lehetőség nyílt arra, hogy ezt a nagyon-nagyon kötött rendszert kitágítsuk. És ne csak szövés legyen a dologban, hanem akkor kiderült, hogy gyakorlatilag minden textiltechnika átírható erre az új szálra, és miután ennek a léptéke annyira más, mint egy klasszikus elemi szálnak, tehát, hogy simán a kezünkkel tudunk dolgozni, ezért volt lehetőség arra, hogy egyéb más technikákat is kiagyaljunk. Én most már úgy veszem, hogy nekem nincs akadály, tehát hogyha főnökasszony ezt kéri, vagy mit tudom én, akkor úgy levágom, hogy mit szeretne. És akkor mindegyik jön, hogy Katika, ezt hogy kell, azt mondja, és ha tízszer jön, akkor tízszer megmutatom, és nem ordítom le a fejét, hogy most már elég volt belőled. Volt egy programunk a Norvég Civil Támogatási Alap jóvoltából, ahol gyógypedagógusokkal együtt működve fejlesztettünk ki egy eszközkészletet. Az én elsődleges célom az lett volna benne, hogy az anyákat érjük el, akik akkor megtapasztalják azt, hogy igen, én tudok a gyerekemnek segíteni. Tehát tudok hintát csinálni, tudok bármit csinálni, amire annak a gyereknek szüksége van. Jó sokáig volt az, hogy kijártunk tanítani önkéntesen is, a helyi speciális iskolába, a falvakba együtt tanítani, ami nagyon-nagyon jó volt. Most erre csak a nyitott műhely maradt, ahol az emberek tudják a tudásukat továbbadni, pedig ez egy nagyon-nagyon nagy érték lenne, mert nincsen más példa az országban arra, ahol ez a szabadságfok megengedhető lenne, mert nincs ilyen típusú munkavégzés máshol. De nagyon munkaintenzív a textil. Nyilván minden feldolgozó munka, meg minden újrahasznosítás is nagyon-nagyon melós, csak nálunk nincsen semmi más, csak az emberi erő, meg az emberi kreativitás, amivel újrahasznosítunk. Próbálkoztunk különben más folyamatokat is bevenni a repertoárunkba, de semmi nem volt ennyire zöld, meg semmi nem volt olyan, ami ennyire az emberre számít. Volt ilyen baba program itt nálunk, hát már nem tudtunk, hogy miket találjunk ki, hogy foglalkoztatva legyünk, és akkor kitalálta, hogy babákat csinálunk. És valahogy akkora élmény volt, hogy karácsonykor mindenki úgy be volt budulva, hogy mindenki csinál, érted? És a végén már ilyen buci babákat csináltam, érted, hogy szemét gombokkal, akkor festettük, filccel, tehát akkor sejjem masnyit a nyakába, és akkor végén ma annyira, hogy hazamentem, és ajándékba csináltam az unokáimnak, érted? De, mert annyira szépek voltak, és akkor végén már az óvodákba mutattuk, hogy ki milyen. Tehát tök jó dolgok ezek. Ez egy jó disziplína lehetne a kiaknázatlan erőforrásokat bevonni a civil szférába, mert hogy sok mindenkinek van szüksége segítségre, és egy csomó embernek meg nincs tere arra, hogy még alkosson az életben, meg kapcsolatokat építsen, meg adni tudjon. De hát reméljük, hogy ez még valamikor bekövetkezik, meg nekünk is marad annyi spiritusunk, hogy ezt még itt toljuk. Fel vagyok töltődve. Tehát én, ha jövök, én nem úgy jövök ide, hogy foly dolgozni kell jönnöm, hanem szívesen jövök. Más ez a légkör. Az első próbálkozáshoz azt hiszem nagyon szuper, kedves hölgyem. Köszönjük szépen!